Niedermüller úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekezni kezdni fogok. A terrortámadások után mindannyiunk elsősorban érzelmeket érez, az együttérést, a gyászt, a megdöbbenést. Nem szabad azonban a józanságunkat elveszíteni, mindenekelőtt azért nem, mert csak ebben az esetben tudjuk megelőzni a további terrortámadásokat. Tudjuk, hogy Európában és sajnos itt ebben a parlamentben is vannak politikusok, akik nyerészkedni akarnak a tragédiákon. Tudatosan összekeverik a bevándorlást a terrorizmussal, bűnbakokat keresnek, ellenségképeket gyártanak, mert így nem kell szembenézniük saját politikai tehetetlenségükkel. Az integráció reménytelenségéről beszélnek, miközben úgy tesznek, mintha nem tudnák, az általuk szított rasszizmus az integráció egyik legfőbb ellenfele, legnagyobb akadálya. Ahelyett, hogy a társadalmi integrációt segítenék, inkább korlátlan felhatalmazást kérnek a szabadság korlátozására, az állampolgárok ellenőrizhetetlen megfigyelésére. Miközben ma már pontosan tudjuk, hogy nem a polgárok szabadsága, hanem sokkal inkább a hatóságok esetenkénti dilettantizmusa tette lehetővé a terrorista támadásokat. A terrorista támadásokat csak akkor tudjuk kivédeni, ha a titkos szolgálatok együttműködnek, ha lesz európai közös titkos szolgálat. Az igazi feladat azonban nem csupán a védelem, hanem a terrortámadások megelőzése, a radikalizálódás megakadályozása, a rasszizmus, a diszkrimináció visszaszorítása, a befogadó Európa eszménye és politikai gyakorlata. Köszönöm szépen!